Sok szeretettel köszöntöm a sajtó megjelent munkatársait és a nézőket. A mai sajtótájékoztató apropója az Alföld Challenge csapata nevében szervezett mini rendezvények és a harmadik Alföld Challenge megrendezése. Időrendben kezdeném a tájékoztatást, hogy mi mindent fog az Alföld Challenge nyár folyamán leszervezni. 2021. július 24-én kerül megrendezésre Törökszent Miklós belterületén a strand előtti füves területen a 8. extrém motoros nap, melynek keretein belül az Alföld Challenge egy mini kids pályával készül. A kísérő rendezvényeket igyekszünk ezzel színesíteni, és a gyerekek részére bemutatni a rendezvényüknek ezen részét. 2021. augusztus 27-én 10 órától várjuk a strand területére, az úszómedencéhez. A tavalyi évben már megrendezésre kerülő Ússzuk meg a 300-at rendezvényünket követően a Úsz velünk elnevezésű rendezvényt, melyre szeretnénk a családokat, felnőtteket és a gyerekeket meginvitálni. Ezen rendezvényünk előregisztrációhoz kötött, melyet az Alföld Challenge oldalán tudják megtenni, messenger üzenetben, illetve aki tudja a telefonszámunkat az oldalon is megtalálja, nyugodtan hívhat bennünket. Ugyanezen a napon, tehát augusztus 7-én 21 órakor kerül sor a második jótékonysági éjszakai futásunkra. A tavalyi évhez hasonlóan a kiindulása a futásnak a Törökszent Miklós belterületén a Vásárhelyi Pál út végén megtalálható karancs büfé. Az idei évben ezen a mini rendezvényen a Cakó családot szeretnénk segíteni a futók által felajánlott adománnyal. A Cakó család háza 2021. június 10-én egy lakástűz után vált lakhatatlanná. Ezzel az adománnyal kívánjuk segíteni az ő házuknak az újjáépítését. A futásra várjuk a lelkes amatőr, haladó és profi futókat. Az oldalunkon megtalálható lesz majd a pontos táv és kiírás, érdemes figyelni, illetve ez a rendezvényünk is előregisztrációhoz kötött. Szintén az Alföld Challenge oldalán, messenger üzenetben vagy pedig telefonon tudnak hozzánk jelentkezni. Itt is várjuk a családok jelentkezését, gyerekek jelentkezését, lesz olyan táv, amelyet a gyerekek le tudnak futni. És már el is érkeztünk az év legnagyobb rendezvényéhez részünkről. 2021. szeptember 18-án szombaton kerül megrendezésre a harmadik Alföld Challenge terepakadály és élményfutás. Az elmúlt évekhez hasonlóan regisztrációhoz kötött. A regisztrációs felületünket az Alföld Challenge Facebook oldalon tudja megtalálni mindenki. Az elmúlt évekhez hasonlóan lesz gyermek és felnőtt pályánk. A gyermek két kategóriában 7-től 9 évig, illetve 10-től 13 évig különböző távok lesznek a gyerekeknek, különböző akadályokkal. Aki látta már esetleg a fényképeket vagy az összeállított videókat erről, az tudja, hogy nagyjából mire tud számítani ebben az évben is, de nyilván lesznek újdonságaink. A 14 évtől felső korhatár nincs a felnőtt korcsoportban, mindenki, aki szeretné magát kipróbálni, az el tud jönni hozzánk, és egy terepakadályfutást végigcsinálni. Az élményfutás annyiban más a terepakadályfutáshoz képest, hogy ott a legnehezebb akadályokat büntetés nélkül ki lehet hagyni, és végig lehet futni. Az idei évben megkeresések miatt biztosítunk lehetőséget felnőttek részére egy rövidebb távon való végifutásra. Itt ugyanúgy lesznek terepakadályok, itt végig kell futni a pályát, itt nem lehet kihagyni. Viszont aki szeretné magát kipróbálni, fél a nagyobb, hosszabb távtól a 8 kilométertől, lehetősége lesz arra, hogy ennek a felén kipróbálja a terepakadály és élményfutásunkat.